Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. Ricskeszt. Hello, hello, hello. Szép napot mindenkinek, vagy estét, vagy reggelt, vagy jó ebédet, attól függ, mikor hallgatod az adást. Ez itt a Ricskeszt legújabb adása. Lebontom itt a fél stúdiót Laci nagy örömére, nem voltam egy hónapja, aztán már nem tudom, hogy hol mi van. Mai vendégem Pálinkás Tomi a Tej zenekarból, illetve az XIH-ből. Ex? Teljesen véglegesen ex. Sziasztok! Azért... Tudom. Kaptam megbízást, hogy kérdezzem meg, hogy 2020-as sportalsó nem akartok-e fellépni, de nem, csak vicc volt egyébként. Akkor de... majd, hogyha a testvérzenekarunk az Oasis újra a Gallagher fivéreket egy színpadra elítja egy időben, természetesen, akkor szívesen vállaljuk az előbb, vagy akár az utózenekaroskodást. Sziasztok, még egyszer. Köszi. Oké, tehát akkor ez egy lótöltösömbe fog fájni, és mondjuk a, nem a legkisebb, hanem inkább a legnagyobb nyeremény talán betakarja majd. Illetve itt van velünk Pintér Miki is, aki azt mondta, hogy ő ma csak a kávéért jött, de ettől független úgyis fogom őt is kérdezni, mert sőt, lehet, hogy az első kérdés mindjárt Mikinek is fogom címezni, már csak azért is, hogy hogy kerül egy popzenekar egy grunge kiadóhoz? Hát úgy kerül, hogy ez Sub Pop zenekar. Köszönöm, hogy feltetted a kérdést egyébként. Csodálatos alákérdezés volt, Ricsi, kösz. Nem, ezeket átküldtük előre. Hogy... Igen, az utolás is megért, előbb csipogott a telefon tetőn. Ja, van egy ilyen téveszme egyébként Seattle-el kapcsolatban, meg Sub Pop-pal kapcsolatban általában, hogy ez csak mocskos grunge zene, és punk, és zajos, és nem tudom milyen irányból jövő zenekarokat hoztak felszínre, de ez nem igaz. Pláne, hogyha most megnézi a portfólióját valaki a Sub Pop-nak kint, akkor azt látszik, hogy talán 50-50%-ban van gitárcentrikus zene és elektronikus, vagy akár még ilyen country hatású zene is. Van egy durva rap előadó, most hirtelen nem fog eszembe jutni a neve, de Absence a lemez címe is valami hiper durva, de nem a magyar Absence természetesen. Na mindegy, bocsánat, szóval így. Nem. Beleszólt a saját internetben. Ilyen egyszerű, hogy miért ne lehetne. A Grangeri Media Recordsnak minden lehetne egy ilyen bandáj. Hozzáteszem egyébként a legkorábbi kapcsolat, az a Tomival van, és így a Tejzenekarral a kiadónak, ami ugye megint egy csavart ad a történetnek, hogy akkor meg lehetne kérdezni, hogy az első zenekar egyből miért nem egy grunge zenekar. Azért, mert egy Sub Pop zenekar, és egy nagyon klassz evolúcióban van egyébként a Tej, de majd erről biztos fogunk beszélni. Csodák várnak ránk itt a következő hónapokban. Az a helyzet, hogy borzasztó nehéz dolgom van abból a szempontból, hogyha valaki olvasta a májusi Hammerworld magazin, Grangeri magazin mellékletét, magazin, igen, mellékletét, ha meg még nem olvasta, akkor kikapcs, fellapoz, elmegy újságos, az megvesz, mert valakba rúgom, igen, és elolvassa benne az interjút a Tomival, akkor ennél ez nagyon nehéz dolgom volt, az egy nagyon mély interjú lett. Ja, egyébként, ott kikacsintás, tényleg az én interjúm lett az egyetlen, amit félbe kellett vágni? Nem, a Tomi interjú nagyon meg lett vágva. De csak itt nincs jelezve a végén, hogy majd ekkortól lehet olvasni. Az összes interjúnak van hosszabb változata, egy kivétellel. És rettenetesen klassz dolgok maradtak ki. A Chris Hanzsák interjúnak egyébként még kétszer egykora része lesz a... Jó, hát azt te csináltad, azt gondoltam, hogy értelmeztetlen hosszúságú lett. Tehát ez... Igen, de például a Fodinál is olyan dolgok maradtak ki, amit... Hát legjobb az lett volna, hogyha minden interjúnak 5-6 oldala, Tomi is ilyen, de majd... Majd a második szám. Igen, nehéz volt, a legnehezebb a printben az, hogy mit hagysz ki. Tehát, hogy valahol vége van, nem úgy, mint az online-nak, valahol vége van, és mi maradjon ki belőle. De ezen te is sokat dolgoztál. Tehát ugye... Úgy tudom, elég sok harcod volt az Alizzal, mire a végére. Hát igazából nem harc volt, hanem hogy tényleg jó volt az interjú, és az Aliz olyan jól kérdezett, hogy nem interjú feeling volt, amikor csináltuk, hanem beszélgettünk körülbelül, hát szerintem legalább 3 órát egy kávézóban, és így tényleg mindent érintettünk. Nyilván nem mondom azt, hogy minden tökéletesen benne van, ami jellemez engem, vagy
vagy mit talán nagyon szeretném, hogyha nyomtatásban megjelenjen, de mindenképpen kellett vágni belőle, tehát hogy így bár ez nyílt, és tényleg én próbálok mindig őszinte lenni, meg próbálom azt kimondani, ami a szívemben van, az legyen a számon is. De hát annak tényleg sok helyet kell adni. És az meg csak az online-ban lesz meg így. Tehát, hogy... Tök érdekes egyébként, hogy volt egy ilyen kis kiégésem tavaly év végén, idén év elején, hogy valahogy nem igazán jöttek a... Interjújomban sem voltam elégedett, amiket csináltam, bár mondjuk a decemberi, nem? Hülyeség decemberi, márciusi Hammerba készült Robert interjú, az már egész jó lett, de ott előtte voltak, amikkel nagyon nem voltam elégedett, és hogy így szerintem talán pont a tejkritika, amit még ugyan nem tettem ki, de hamarosan kifogok, tejkritika volt az egyik ilyen, ahol úgy elkezdett újra jönni a szó rendesen, és pont az Adriános interjúnál éreztem azt, hogy na, itt kijönnek dolgok, és ugye még annyira hét lakat alatt tartott mindent, hogy az utolsó pillanatban láttam én csak print screent a tördelt változatokról, és akkor még nem tudtam, hogy ebben az újságban az összes interjú ilyen. Uh-huh. És ugye én is szeretem nagyon az Aliznak az interjút, meg a stílusát, ezért is mondtam azt, hogy nehéz így bármilyen is beszélgetni, de talán így, hogy kérdezzek is, így az első, ami nagyon érdekel, mert lehet, hogy elmondtad már sok helyen, de elkerült a figyelmemet, hogy amikor vége lett az IHM-nek, most nem is úgy érzem, amikor vége lett az IHM-nek, hanem hogy amikor te kitaláltad, hogy megcsinálod a tejet, akkor miért gondoltad azt, hogy neked szükséged van egy ilyen zenekarra, vagy egy ilyen zenére? Hát így az első vers, ami eszembe jut, az, hogy nem emlékszem pontosan. Tehát így akkoriban azért nem voltak annyira normál hétköznapjaim, hogy mindent ilyen pontosan meg tudjak válaszolni. Csak így utólag tudom belegondolni, ugye amikor megcsináltuk az űt, akkor tök jó volt végrehajtani ezt a kis poént a közkúttal, ami egy külön utat bejárt dal lett, és végül is az IHM-nek a kb. Egyetlen rádiós slágere, ami végül is megszületett. De az már egy ilyen, hogy mondják, ez prototej. Lehet így fogalmazni, hogy egy olyan trió csinált, hogy a Sándor Dani, ugye, aki akkor az IHM-nek a billentyűse volt, de amúgy vitte a Metropol stúdiót. Az Alcsi, a Póka Zalán, aki akkor még egy másik zenekarban volt, és végül is ő cserélte le később a Sándor Danit a tejben, és én így hárman csináltuk meg egy akusztikus gitára felhúzott dal alapján azt a tulajdonképpen hát elektro pop zenét. És tehát, hogy az nyilvánvalóan így vitte előre azt a gondolatot, hogy tök jó lenne még több ilyet csinálni. De már korábban volt egyébként ilyen az agyamban, mert maga a zenekar neve is onnan jött, igen, már erről is beszéltem többször, de végül is vicces a sztori, hogy még mielőtt kimentem volna külföldre hosszabb időre, még a kényelmetlen lemez előtti időszakban, akkor volt egy olyan dal, ami nem, csak ilyen halandzsa volt, és egy az volt az első olyan dalom, hogy négy akkord, és végigment rá a verze, a bridge, a refrén is, és tényleg nem változott benne semmi, és az nyilván számomra előrelépés, lehet, hogy csomó embernek ez visszalépésként tűnik a szemében, de nekem mindenképpen előrelépés volt, hogy 10 perces monumentális mindenféle témákból összeálló dalok helyett tudtam írni egy ilyet, ami egyébként meglepő volt, és átmentem felvenni egy haverom számítógépén, ezt ilyen kis demóba, hogy tudjak rá énekelgetni majd, és akkor azt írtam rá a lemezre, Filccel, erre a kiírt CD-re, hogy tej, mert hogy akkoriban kezdtem el Malakó nevű zenekart hallgatni Töviről hegyire, ami ugye annyit jelent, hogy tej, ez egy orosz szó. És nagyon az a lemez, meg az a korszak nekem így nagyon belement ebbe a tánczenei dologba, aminek kellett jó pár év, hogy kiforja magát, hiszen ugye közben jött a kényelmetlen lemez és az IHM-nek a feljövése. Úgyhogy bennem ez egy nagyon hosszan kialakuló dolog volt,
És olyan 12-13-ra jött ez úgy, hogy akkor oké, ebből legyen egy valóban nevesített, akár koncertképes, de mindenképpen különálló projekt. Igaziból szívem szerint, vagy hogy mondjam, nem szívem szerint, volt egy olyan gondolat az agyamban, ami simán megcsinálta volna azt, hogy ez legyen éhem. Hogyha az ő csak és kizárólag rajta múlik, akkor az már lehet, hogy tej lett volna. Zeneileg legalábbis sokkal elvontabb, vagy más szóval elviselhetetlenebb lett volna a kényelmetlen lemez rajongóinak. Így is az volt, de így még azért valamennyire, tehát így egy 5-6 év alatt leesett most már egy jó pár embernek, hogy az egy tök jó lemez, csak hát ugye kellett egy kis idő. De akkor nem lett volna ez valószínűleg. Akkor hogyha az csak rajta múlik, akkor abból ment volna tovább az IHM egy ilyen teljesen furcsa úton. Nem és ment. Akkor, és akkor most lehet, hogy nem tej lenne, hanem IHM lenne még mindig? Hát Ricsi, ezt nem tudom megmondani. Tehát fogalmam sincs. Szerintem azt már nem tolerálta volna senki. Így is sok olyan hanggal találkoztunk akkoriban, hogy azt nem tudták tolerálni. És ez ennyi időtávlatából már értem, és akkor csak nem akartam vele foglalkozni. Nyilván volt bennem egy ilyen punk attitűd, hogy tényleg nem akarjátok elfogadni, hát tök jó, akkor csinálok egy ilyen zenét még inkább. Azért kérdeztem egyébként csak ezt a tej dolgot, ugye, hogy mert nyilván egyszerűbb lett volna a kereskedelmi szempontból mindenképpen mondjuk egy pálinkást, ami benddel kijönni, most csak egy nagyon leegyszerű. Ja, abszolút értem. És tehát, hogy kiegyezni arra, hogy én az ilyenből jövök. Igen. Hát ezt akartam elkerülni. De azért ez valahol karriergyilkolás, nem? Hát persze. Persze, abszolút. Csak mondja, ugye... Hát akkor nem éreztem ezt, Ricsi, egyébként. Tehát, hogy én ezt akkor így, hogyha akkor beszélgetünk, akkor kikérem magamnak. De most így nyilván értem a sztorit. Tehát, hogy rálátok most már felülről, hogy ez valóban az volt. És mi lehet az oka annak szerinted, hogy a mondhatjuk azt, hogy a közönség nem kapcsolt a tejre igazából. Tehát, hogy azért, ha megnézzük, mondjuk azt, hogy Amerika a zene alfája és omegája. Egyébként jó, tudjuk, hogy nem, nyilván. Vagy csak egy bizonyos része, ugye? Igen. De az. Tehát, hogy mondjuk ott egy ilyen produkció simán már arénákat megtölt a zenekar lenne ennyi idő alatt. Tehát, hogy főleg úgy, hogy mondjuk akármelyik lemezt, ha megnézzük hangzásra, de főleg a másodikat szerintem simán lehet tenni bármelyik külföldi produkció mellé. Nem tudom erre mit szoktak mondani a zenekarok, de szerintem a lehető legrosszabb embert kérdezed. Mert én tényleg azt tudom mondani, hogy nem értem, hiszen én is azt érzem, hogy nagyon jó, amit csinálom. Pont erre vagyok kíváncsi, tehát, hogy te mit érzel. Azért, tehát, hogy a zenével kapcsolatban azt érzem, hogy bár mindig lehetne jobb, és sosem tudok elégedett lenni, mert hogy az sosem ment, tehát, hogy én a kényelmetlenem ezzel sem vagyok elégedett, meg sem, tehát, hogy most ezt azért hozom fel mindig, mert hogy ugye azt így kinevezték egy ilyen top csúcs teljesítménynek, azóta nyilván lefelé megy a sztori, de hogy... Nem is én lennék, ha ezzel együtt értenek, de... Igen, de hogy... Tehát arra én nem tudok magyarázatot mondani, legfeljebb csak találgatni, hogy miért nem jön ez be, vagy miért ennyire lassan esik le az embereknek. Arra viszont van magyarázatom. Nem magyarázatom. Arra viszont van egy gondolatom, hogy ez azért történik ilyen lassan, mert hogy szerintem mégsem annyira befogadható ez az egész. Ugyanúgy, ahogy annó volt az IHM, nincsen ilyen platform, ami mellé oda tudná tenni ezt. Tehát, hogy ahogy annó az IHM-mel, érted, 5 évbe tellett, mire kihoztuk az első lemezt, és körülbelül 7 évben, mire mondjuk egy 200 ember összejött a koncertünkre. És akkor kezdődött valami, és utána a harmadik lemezre, 8 év után lett az, hogy na, úristen, most itt valami történt, léptünk előre valóban érezhetően brutál módon. Addigra felépült mellénk egy közeg, ami még mindig egyedül voltunk, csak már volt egy támogató réteg, akár egyébként újságírók szintjén is, tehát hogy média szintjén is, de közönség szinten is. És ez egyébként nem, tehát most már el tudom mondani, nem szokatlan így a tejjel, mert ugyanezt történik, tehát hogy ahogyan annól az IHM-et nem tudtuk
besúvasztani sehova, tehát, hogy érted, hogy az a zene akkoriban, amikor vagy a BPRN-es new metal zenekarok voltak, vagy tényleg a klasszik metal, egy ilyen senki földjön volt. Most meg van a Tej, ami tehát egy popzenekarnak, ez túlságosan nézze, most az énekes miért ugrál, a szint is az miért bassza szét a szintetizátort. Lehet csúnyán beszélni? Persze. Bassza szét a szintetizátort. Mondotta, aki a legnagyobb rádiós slágerbe is belekárhogott az. Ne haragudjatok. Erre van egy jó sztori, majd mondom. És tehát igen, tehát a popzenekarok mellé ez ilyen zúzó, érted, de most nem, tehát hogy még a Fishhez meg mondjuk popos, vagy az AVS-hez meg érted, tehát ahhoz meg vannak ezek az új csettingetős kis nyáladzások, és ezt így nem tudják, nem, tehát hogy az embereknek muszáj egy ilyen platform, és két utad van, vagy felállsz a platformra valamelyikre, tudatosan, vagy tudattalanul jól másolod azokat a dolgokat. Ez már más kérdés, hogy tudatosan vagy tudatalanul. Vagy kiépíted magadnak nagyon lassan, ha szerencséd van, ki tudod építeni azt a platformot. Ez történik jelen pillanatban. Ez egy lassú folyamat, és ugyanúgy, ahogy annó válaszolgattam azokra a kérdésekre, hogy de az IHM-et miért nem szeretik többen, mármint annó, akkor ugyanezt tudtam válaszolni, hogy mert szerintem nem nincs itt az ideje, vagy nem értik, vagy nem akarok így fellengzősködni, mert nem gondolom azt, hogy a közönség buta, vagy ahogy sok zenész kollégám, itt most mutattam egyébként egy idézőjelet, hívja a közönséget vatta, ugye, ami kitölti a teret, mert mint a, igen, szép. Nem hallottad meg ezt a kis fejlőt? No. Ezt egyébként akkor szokták leginkább használni, amikor különböző ilyen olyan tau és egyéb pénzekből teleraknak egy arénát, amire amúgy 2000 ember kíváncsi. Ja, 2000 ember hát se. Így megtölt, megtöltésre van. És tehát, hogy nem gondolom, tehát, hogy nekik nincs ízlésük, hanem nincs itt az ideje. Vagy hogyha csúnyán akarok, és önkritikusan fogalmazni, akkor azt mondom, hogy nem éreztem rá, vagy nem éreztünk rá a Zeitgeist-ra. Zeitgeist, yeah. Genau. Ezt úgy is szoktam mondani, hogy nincs rajta az újunk a zenei, popzenei életnek jelen pillanatban az ütőerén. Milyen érzés volt, amikor mondjuk megvoltam az első lemez, és aktívan kezdett a koncertezni a Tejjel, milyen érzés volt az IHM-es mondhatni, hogy sikeres klubbulik után mondjuk alacsonyabb nézőszámos bulikat adni? Más a sztori, mert hogy ugye az IHM-nek a 15 évből 13-at azzal töltöttem el, hogy nem voltam tisztán a színpadon. Ez sajnos abban ment bele, hogy pont mire jöttek a sikerek, addigra kezdett egy kis egy ilyen csavar az agyamba belekerülni, ami nem tette lehetővé, hogy 100% odaadással tudjak zenélni. Uh-huh. Bebújtam egy gubóba, ami persze kívülről lehet, hogy jól nézett ki, és egy ilyen beszívott srác a színpadon megbassza a gitárját, és közben a zenekar így nagyon zúz, és fú, de kúra jó az egész vibe, ami felépült köré. De mindenképpen ez belülről egy gátakkal, meg falakkal körülvett ilyen várbörtön volt. Nem mondom, hogy alig vártam, hogy lejöjjek a színpadról, de sokszor előfordult az, hogy tényleg ilyen pánikroham zajlott közben egyébként le. Csak tudtam kezelni. És azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, most, hogy akkor válaszolok is, hogy a Tejjel ugye ez tisztán történik, és sokkal jobb. Kibaszott jó zenélni újra a színpadon, annak ellenére, hogy igaziból csak énekelek, de hogy nagyon felszabadult érzés, ráadásul sokkal biztosabb a zenekar. Tehát, hogy mondjam, az ilyenben mindig volt egy olyan faktor, hogy bármikor nagy elbaszás lehet. Nem csak
zeneileg, hanem hogy az egész így ilyen szétesésé válik. Uh-huh. Itt ez nincs meg. Nyilván kevésbé veszélyes emiatt az egész. Viszont ez boldoggá tesz. Úgyhogy levéve a mennyiségi szemléletet a dologból, a minőségi szemlélet alapján a válasz az, hogy sokkal, de sokkal jobb. Tehát, hogy az érzés mindenképpen e felé visz. És egyébként még azt is bele tudom tenni, hogy ez mostában jutott eszembe, hogy körülbelül ott tart most a te ilyen ismertségi szinten, mint amikor kihoztuk a kihoztuk a második IHM-lem ezt a szokásest. Hogy akkor már voltak ilyen kis rajongóink. Tehát, hogy így lementünk, mit tudom én játszani akárhova, ahogy most is a tejjel lementünk Győrbe, és eljött 5 ember egyébként a koncertre, viszont ők olyan tejrajongók voltak, ahogy annó is voltak IHM rajongók, hogy ott a 10 IHM rajongó, akik azért azt várták már, hogy ott legyünk, és hogy úristen énekelhessék azokat a számokat. Ezek nem beestek, hanem tudatosan rátok. Így van, így van. Tehát, hogy belső közönség nyilván még nem nagyon van. De hogy... hogy senkinek az országban sehol, tehát. Hogy ezt, jó, igen. Ez ugye sajnos megváltozott annyira a koncerti járás, hogy ilyen egy belső közönség, mint olyan nem létezik. Hát, ha csak nem falunapon játszol. Jó, akkor te vagy belső. Ja. Az önkormányzat. Igen, egyébként igen, sajnos. Azért kérdeztem csak ezt, mert olyan mértékű felszabadultságot érzek a lemezeken, főleg a másodikon már, hogy mint hogyha téged az se érdekelne, hogyha senki nem hallgatná meg, mint ha te abszolút azt mondod, hogy figyelj, nekem ez így jelenleg kurva, jó? Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy így van. Nyilván nem azt mondom, hogy, hogy nem számít, hogy meghallgatják-e, hanem hogy érezni azt, hogy örömből csinálod. Igen, azt gondolom, hogy illetve az egész zenekar nevében mondtam ezt, hogy mindenki hisz benne. Tehát, hogy nagyon könnyű hinni benne. Szóval olyan a feeling is a zenekarban, meg olyan a zene, amit játszunk, főleg a második egyébként azért más, mint az első, mert ugye ezt már teljes zenekarként tettük össze. Tök jó volt együtt stúdiózni, együtt lemenni Szegedre, és ott aludni, és így dolgozni. Én így hajtottam mindenkit egyébként, ilyen nagyon Napóleon komplexus jön akkor ki belőlem teljes mértékben. És erre senki nem reagált rosszul, hanem mindenki tudta, hogy mi a dolga, és ilyen nagyon jó volt látni a végeredményt is egyébként. És hát igen, ezt érzed benne, hogy ez valóban egy ilyen felszabadult, de semmiképpen nem azt jelenti, hogy úristen szarok bele abba, hogy kit érdekel ez, vagy nem. Én nagyon szeretném, ilyen nincs. Igen, nagyon szeretném, hogyha több ezer embernek játszanánk, de nem tudok, meg nem is akarok afelé menni, hogy most elkezdem számolgatni, hogy egyébként azt hogy kéne megcsinálni. Jó, hát mondjuk igazából, hogy ezt akarok, elég nehezen is tudnám elképzelni azt, hogy Párinkás Tamás otthon is motákozik, hogy figyelj, ide kéne még egy kör ebből, úgyis akkor igen, írunk egy olyan számot, mint a, most nem akarok, majdnem mondtam zenekarnevet, de nem akarok zenekarnevet mondani, és akkor hát, ha majd lejátsza többet a rádió, vagy akármi. Ja, igen, ez elég nonsens életkép. Viszont például a kettes lemezen, most így nézem a borítót, kapásban tudok mondani legalább 3 olyan dalt, amit nem értem, miért nem játszik a rádió. Például aztán a himnusznak simán kéne menni a rádióba, rotációba állandóan. Jó, most ugye, ha a baszkit leszámítjuk, akkor a maximumnak is, de ugye azt... Igen, ezt a Miki is mondta. Ugye, igen, mondtam neki, amikor először hallottam a dalt, hogy Tomi, te megírtad a te legnagyobb rádiós slágerét, de azzal a lendülten el is intézted, hogy soha senki ne játszol-e, csak emiatt az egy szó miatt. De például ugye az Isten is rádiós láger, szerintem csak ott mondjuk az egyetlen a címe miatt nem fogja lejátszani a rádiót. Az Isten fantasztikus dal volt, Dodlának volt egy korai akusztikus verziója is. Igen. És ahhoz képest azért sokat változott. Egyetlen egy dolgot hagyd mondjak, hogy ez nagyon érdekes ez a kettősség, és ezt tök jól látod, meg azt szerintem a Tomi is jól elmondta. Tehát az, hogy nem kötök semmivel kompromisszumot, viszont mellette nem bánnám, hogyha azért többen megnéznének, mint ketten. Ez a fajta kettősség, ez ugyanúgy megvolt mondjuk Seattle-ben, és akkor már szuppop és száppop. Ugyanúgy megvan a tejben szerintem, és egyébként most egy kicsit hagy pozícionálom a Grangerit is ide, a Grangeriben is. Tehát nekem is ott van az, hogy azért írok ennyi karaktert, mert pontosan
szeretném lenni, ami történt, és ha senki nem olvassa el, az sem érdekel. Viszont nem lenne rossz, hogyha azért ott lenne legalább egy olyan X olvasás mondjuk egy hét múlva. Tehát ez a kettősség, hogy kompromisszumot nem kötök, de azért jó lenne, hogyha utat találnék valamilyen formában, ez szerintem ebben a közösségben, amiben mi vagyunk. Abszolút. Ez egy tökéletesen tehát, benne hogy, van. Hogy direkt azt nem csináljuk, hogy elrettentsük a rajongókat. Vagy elrettentsünk bárkit, most nem a rajongókat, mert a rajongókat már nehéz elrettenteni, de hogy bár nem, csináltam már. Na mindegy. Tehát, hogy igen, szóval, hogy van Magyarországon, meg lehet, hogy nem csak Magyarországon, csak most ezt ilyen könnyű mondani, mert ugye ezt ismerjük, egy tév képzete a popzenének, hogy a popzene az csak is kizárólag az, amit a rádióban szarra játszanak. De akkor ennyi erővel a 80-as években nem tudom, mi volt a popzene, akkor az Iron Maiden is az volt, mert sokat játszották rádióban, nem? Vagy most lehet, hogy hülyeséget mondok, de csak hogy... Csak szuppopot hallgatok, én nem tudom. Jó, tudom. De hogy... Tehát, hogy érted, mit akarom mondani, hogy populári, tehát, hogy ez egy populáris hozzáállás mindenképpen, amiben mi vagyunk. Szóval semmiképpen sem egy elitista tömegeket kizáró hozzáállás. Csak tehát, hogy ez nem gyakorlati módszerekkel történik ennek a felépítése, vagy az elérése, már mint zenei szempontból. Ugye én azért is értem ezt meg, mert ha nagyon-nagyon ritkán rádiót hallgatok, akkor én mondjuk sok amcsi rádiót szoktam hallgatni, és ugye hallgatok egy-kettő ilyen country speciális rádiót, ahol mondjuk olyan zenéket is játszanak, amire mondjuk lehet, hogy első fülelésre azt sem mondaná meg, hogy az country, aki ugye itthon állítól a country rajongó, hogy ugye kint a country evolúciója már ott tart, hogy vannak előadók, például a Florida Georgia Line-nak a Hole-it itthon is játszott a rádió tök sokat, meg ugye egy időben minden esküvőre azóta bevonuló zene, meg a tököm tudja, és akkor mondom egyik haveromnak, hogy country vonul a pára esküvőn. Hát az nem country. Hát az nem olyan, mint a Johnny Cash. De mondom, figyelj, nem csak a Johnny Cash a country, ja, tehát hogy ezt így mondom, felejtsük már, és ugye itthon nem értik meg, hogy attól, hogy van be gitáron, és mondjuk esetleg torzítva, és van attól, az még lehet popzene. Meg lehet jó, csak ugye itt, igen, itt a pop az ilyen szitok szó lett itthon sajnos, és nem értik, hogy attól még, hogy valami pop lehet jó. Én meg itt eleve a nyitottságok a problémák vannak szerintem az emberek részéről, hogy nem nézik meg az előzenekarokat. Nem véletlen tettem ki ezt, mert több adásban is idéztem, nem véletlen van kitéve nálunk a klubban az idézet, hogy az előzenekarokat megnézni nem ciki, értük is fizettél. Tehát, hogy ugye, ha már ott van, miért? Tehát fél tízkor kezd az XY zenekar, és 9:29-kor érkezem a négyeddel. Miért? Tehát, hogy ezt... Oké, nyilván nem mindenki így csinálja, én se így csinálom, de meg én is késtem már a tudatosan előzenekart, nem mondom, hogy sose csináltam ilyet, de előtte megnéztem, hogy mi az. Az emberek meg még erre se veszik a fáradtságot sokszor. Ugye így azért nehéz, mert az aztán tényleg az ellenszélbe pisilés. Hát igen. Azzal, hogy manapság aztán meg főleg a menőségi faktornak egyszerűen meg kell felelni. Tehát, hogy, és hogyha nem kiáltják legalább öten, és most ez az öt, ez egy ilyen nagyon hozzávetőleges szám, úgy értem, hogy ilyen prominens emberek azt, hogy az menő, akkor az egy nagyon hosszú út. Lehet, hogy egyébként hosszabb ideig is tart. Tehát mert hogy lehet, hogy öt prominens ember azt mondja, hogy menő, és akkor utána egy évig menő, aztán utána meg már ez könnyen vége. Látom, könnyen meg az vonó nézőszámokat, igen. Is. Ja, tehát, hogy nem ezerszer körbejártuk, mert szerintem mindannyian ezt a kérdést egyébként, akár interjúkban, akár olvastunk róla, akár minden, és akkor mindig vannak, akik a legtöbben ugye ezt alátámasztják, és akkor vannak a kivételek, akik viszont szépen meg tudják cáfolni, hogy mégis sikerülhet, vagy mégis bejöhet valami, amit senki nem ért, és ott van, tök jól. Most muszáj puskázzak, hogy az első lemez mikor jött ki? Az 17-ben. Hát egy év van a két lemez között. Ja, tehát, hogy elég gyors volt a munkatempó, nem? Tehát, hogy... Hát így a kívülről igen, azért azt hozzáteszem, hogy 12-ben alakult a tej, tehát az első lemezig eltelt itt is 5 év. És
ha látnád a gépemet, akkor azok, ami az első lemezen vannak, igen sok változaton átmentek, és itt most a változatot ne úgy érsz, hogy fú, most egy-két szó eltérés, hanem teljes akkordmenetek, teljes dallammenetek brutál módon cserélődtek ki. Épp az adott hangulatnak megfelelően, és akkor utána jött egy éves szünet, amikor egyáltalán nem is foglalkoztam ezzel, a zenekar is széthullott, és tehát, hogy fel kellett újraépíteni, és akkor határoztuk el, hogy jó, ezt a korszakot le kell zenni, és ezt nem lehet máshogy lezenni, csak egy lemezzel, úgyhogy csináljuk meg azokat a dalokat, amik eddig megvannak, tegyük össze őket. Akkor jött a Soma is, csatlakozott hozzánk, a Soma, Sasegyi Soma billentyűs, aki alapból is egy új ízt adott az egésznek, úgyhogy tudtunk ezzel foglalkozni, de ez egy hosszú idő alatt megszületett dalcsokornak a lemezre kerülése az adott pillanatban, ahogy hallottuk őket, vagy ahogy megcsináltuk őket. Viszont közben meg már ugye, ahogy együtt zenéltünk, elkezdtük írni az új dalokat. És akkor már nagyon könnyen jött az, hogy az idő urainak a riffét, ezt így még gyülekeztek az emberek a próbára, és a Kristóf meg kiment éppen pisilni, és megfogtam a gitárját, és elkezdtem játszani azt a riffet, és akkor az Ádi becsatlakozott hozzá, és akkor visszajött a Kristóf, hogy hú, ez micsoda, jó, akkor nézzük meg, fú, de rámegy az a Fate No More-os billentyű, és ott, amikor már ilyen szavak egyébként mennek a próbán, hogy Fate No More-os a billentyű, akkor egy kicsit így örül a lelkem, hogy na, ez jó. A zenekar elkapta a feelinget, és akkor oké, csináljuk meg. Igazából ennyi, nagyjából. Arra emlékszem, hogy mikor az első tejlemez kijött, ugye Miki akkor nekem előtte említette még csak, hogy ő fogja kihozni, ugye talán az volt az első kiadvány, az ugye? GMR 001, igen, az... Yeah. Ökölpacsi. Hogy, és még elmékszem, csodálkoztam is, hogy tényleg, pont ez, hát... Ugye ott én előtte lemaradtam erre a zenekarra, megmondom őszintén, pedig igyekszem képbe lenni. Nem, talán egyszer kérdezted, hogy tudok-e valami koncert lehetőséget Esztergomba. Talán ennyi igen, volt a kapcsolatom igen, a zenekarra. És mikor kijött a lemez, ugye Miki nagyon odáig volt meg vissza, hogy fú, ez tök jó. És amikor szerint meghallgattam, és mondom, bazd meg, ez tényleg tök jó. Tehát, hogy ugye nem számítottam semmire, lehet, hogy pont ezért ütött be ugye azonnal. És utána, amikor láttam, hogy a tavaly jön is már a második lemez, akkor őrültem, hogy na hát akkor ez valami. És amikor a másodikat meghallottam, akkor mondtam is neked, hogy jó, hát figyelj, azért ez pofátlanul jó lett. Tehát, hogy ez ilyen, így nem is nagyon tudtam vele hirtelen mit kezdeni. Eltettem hetekre pihenni, és az, hogy minél többet hallgat, és minél inkább akartam belekötni, annál inkább mondtam, hogy na jó, figyelj, ez tényleg kurva jó. De kurva. És most érdekesen úgy, hogy több grungeri rekordos kiadvány is így járt. Amire viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy választottad ki ezt a két dalt, ami a Deep Seven-re került? Ma gondolom, azt közösen választottad ki, nem? Nem, ez kiadói nyomás. Igen. Napkirálynőt meg a boldogságot akartam, de... Ez egy célzás volt. Ez egy ilyen, hívhatjuk belsős poénnak, vagy nem? Ez egy belsős poén volt. Igen. De egyébként meg tudom magyarázni, Miki nem szeretné, hogy azokat a számokat játsszuk. Igen. Miért? Tehát ugye a Hullaház volt az a dal. Volt még egy potenciális jelölt egyébként az időúra. Az időúra, igen. Nyilván ott van ez a nagyon jó, tényleg kicsit Fate No More-os, kicsit Rage Against the Machine-es kezdés, és azért az nagyon elviszi a dalt. Fate No More-os, maradjunk ebbe. Egyetértek. És... De hogy ami úgy, ez koncerten hallottam először ezt a dalt, tehát ez nem egy olyan dal volt, amit Tomi előtt átküldött, hogy figyelj, ez már ilyen stádiumban van, hallgass meg. De a Hullaház volt az, amitől tényleg élőbe lefeküdtem. Tehát azt mondtam, hogy ez hihetetlen. Ugye ez úgy kell elképzelni ezt a dalt, aki még nem hallotta. Tessék? A táncparkettem? Úgy általában úgy felfeküdtem, lefeküdtem. Hogy tehát mintha mondjuk a One Hot Minute korszakbeli Red Hot Chili Peppers, tehát hogy mondjuk, hogyha sok Dave Navarrót hallgatott volna a Tomi meg a Kristóf. Az a kedvenc nevezem egyébként a Red Hot Chilitől. Oké, nekem is. Egyébként nem tudom, hogy... Igen, mert ott volt rendes gitáros a zenekarnak, igen. Na mindegy. Tudtam, vízválasztás van, vízválasztás a stúdióban. James Addiction. Szóval, hogy az volt, és akkor ugye van ez a dorszos középrésze, és aztán megörül a Tomi megint, és rettenetesen fontos annak a dalnak a szövege, már-már arszpoetika szintű, jó. Amit ott énekel a Tomi. És arra... belepofázik és visszakérzek, melyik tejdalnak a szövege nem fontos.
Igen, ez egy jó kérdés. Szerintem, bocsánat, nem akarok belebeszélni, igen, de szerintem itt inkább arra gondolom, Miki, hogy, hogy elég, ha lehet ilyet mondani, kicsit bölcsészmetálos, nem tudom miért, de hogy introspektívek a szövegek, úgy, tehát hogy befelé tekint, és inkább magamról. Ez viszont tehát ez az ellentéte, ez sokkal, tehát ez egyszerűen kifelé tekint, és arról szól tulajdonképpen, hogy beszólok a kultúrára. Nyilván. Abszolút, csak hogy ezt egy nagyon, nagyon szellemesen és, hogy mondjam, olyan frappánsan teszi meg, és nyilván ezt kevesen képesek ilyen finoman bemutatni a középső újra. Vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam, de hogy ilyen finoman megfogalmazni ezt a kritikát. És aztán van benne egy sor ott a kiállásnál, nem tudom, mennyire emlékszel rá, a dorszos résznél. Igen. Igen, hogy nem tudom szó szerint idézni, hogy helyre vagy kíváncsi, hogy itt nincs hely a kivételnek, tisztelet a bevételnek. Ja. Azt igen, érdemes többször így elmondogatni, és akkor mindenkinek le fog esni, hogyha elsőre esetleg nem, mert hogy több van benne annál, mint amire elsőnek tűnik. Az szerintem az egészen, tehát hogy az tényleg padló. És mikor kitaláltam azt, hogy lesz ez a válogatáslemez, akkor egyből azt gondoltam, hogy egy görbetükör hullaház kezdés az pusztító. Igen, de görbetükör az tipikusan azon óta, szerintem is ugye, hogy a Storm the Studio-n óta ugye, hogy annak kedvére, aki esetleg még nem tudja, mert nem olvast el a magazint és hallgatta meg a CD-t, pedig az elején mondtam, ugye, hogy az igen, tényleg ilyen eszenciális kezdőn óta abszolút. Ami tényleg nagyon jó az indítás így, és aláírom, hogy hatásos nagyon ez a válogatás lemez. És még ugye a másik dalt, az intője, az meg egészen egyszerűen nekem az elmúlt nem tudom hány év, mondjuk legyen 10 év. És akkor lehet, hogy többet kéne mondanom, legeslegjobb magyar dala, valaha született legjobb magyar dala, elfogultság nélkül, szöveg, zene, drámai befejezés, minden. Ott 5 nagybetűs zenész olyan muzsikálást csinál, hogy valami egészen elképesztő. Az már ugye a vége felé van a lemeznek, direkt van egy ilyen nagy finálé, és a végén a Rise, ami egy elég mocskos, grunge-os riffel, ugye a Purse of Long Loved Years dala zárja, de az intőjel, amire ugye klip is készült, és amit szintén amit a Tomi először átküldött valami próbatermi verzióba, és nem tudom, emlékszel, hogy... Igen, híven voltam, és azonnal beszélnünk kell, ez volt a válasz a levélben, így átküldtem a próbatermi, de Tomi, azonnal beszélnünk kell. Igen, igen, mikinek vannak ilyenjeim, ilyen. Nem, az a dal nagyon fontos, ezt ha semmi más nem hallgat meg senki arról a Deep Seven CD-ről, csak az intőjelet, akkor már megérte. De mindenki hallgassa meg végig. Szerintem egyébként a Poli dal, a lezáró dal, az megközelíti a kincs alapriffet. Ezt csak így mondom. Szerintem meg a Gift egyébként, de majd akkor ezt meg... De nem most így minőségben, tehát hogy így... De a Giftnek a riffje szerintem az még... Az még jobb? Aha. Az nagyon... Az abban én kincs rajongó vagyok. A tejjel fel is akarjuk dolgozni egyébként a kincset. A Polonkaitól már kértem, és engedélyt is belement. Ó. Ugye most valami állítok valami megtiszteltetésről is beszél, nem értem. Hú, ne is kezdjük a fejdegetni a Pólillemezt, mert holnap reggelig itt leszünk, ha még abba is belekezdünk. Igazából... Most már csak egyetlen nagyon nagy problémám van, hogy még nem jutottam már sose tejkoncertre. Úgyhogy így azon is gondolkodtam, hogy annyira élően szól az elemez, a második. Mivel élőben vettük fel. Jaja. Bocs. Nem baj. Baszki, bocs. Pont ez a jó benne, látod, és ezt nem lehet utólag megvágni szerencsére, hogy miért? Miért élőben? Azért, hogy ilyen fasza legyen, meg jó szóljon, meg minden, vagy pedig igen, tehát hogy amikor visszahallgattunk ilyen próbatermi felvételeket, akkor azt hallottuk, hogy úristen, ez már a telefonomon keresztül is egyébként bizonyos kereteken belül, de élvezhetően szól. Tehát, hogy nem az van, hogy kell kiúzogatni. És a lemez az úgy, ahogy van, tehát dob, basszus, gitár, és a szinti is így egyben fel van véve. Persze nem mondom, hogy nincsen stúdió bingi mögött, és nincsen duplázva gitár, vagy nincsen kicserélve valami, akármi. De hogy alapvetően, ami szól ott a 4 alaphangszerben, az élőben való feljátszás. A legtöbb dal egyébként az max 3 ték volt.
Tehát, hogy ilyen szempontból a világ legszerencsésebb embere vagyok, hogy képzetlen senki házi, mint én. Négy ennyire kurva zenész arccal van megáldva, és ennyire jól érzik azt hogy mi ez az egész, és hogy mit kéne ebből csinálni. Úgyhogy ezt érzed rajta, és az a helyzet, hogy nagyon nagy hibát követtél el, Ricsi, hogy nem voltál még te ilyen. Ezt én is tudom. De, tehát, hogy én nem szeretek tényleg ilyen nagy szavakat mondani, meg ez nem is annyira nagy szó, de hogy így tényleg egy ilyen jól összerakott zenekar, ez nem szeretem azt a szót, hogy produkció, úgyhogy nem mondom, mert ez nem produkció. Produkció az egy ilyen kitalált valami, ezt csak egyszerűen felmegyünk, és bárhol jól szólunk, tényleg. Ennél már csak az nagyobb hibám, hogy még Esztergomban nem szerveztem te koncertet sose. Nem, kéne földgyalogolnod Pesten. Nem, ennyi. Igen, nem baj, majd teszünk erről is idővel. Kíváncsi vagyok egyébként, mert hogy ha neked ennyi vádzat van a gépeden, meg ennyi verziója volt az első lemeznek annó, hogy akkor gondolom már így elvi szinten létezik a harmadik is, nem? Gyakorlati szinten is. Tehát, hogyha most lenne egy kiadónk, aki adna mondjuk 3 millió forintot, és 3 hónapra elmehetnék Szabira, akkor szerintem 3 hónap múlva kész lenne. De nem akarjuk... Igen, tehát hogy nyilván kell a támogatás sok szempontból, de hogy egyébként nem akarjuk elkapkodni a harmadik lemezt. Kell neki egy kis idő. Egy az, hogy még ez nem... Tehát, hogy most kezd beírni a második lemez. Tényleg arról van szó, hogy ahogy te is annó, Ricsi, annó, nem annó, mert körülbelül egy másfél hónap, egyszer csak rám írtál így a semmiből, hogy úristen, de kurva jó ez a második lemez. Ez így jön, ilyen lassanként így kapom ezeket a megkereséseket, és tényleg nem az van, hogy egyszer volt egy hú, nagy robbanás, amikor megjelent, hanem így esik le az embereknek, és különböző embereknek, ami egyébként tök jó. Úgyhogy dolgozunk folyamatosan egyébként az új dalokon, illetve hát most kezdünk igazán dolgozni vele, ahogy jön a nyár, mert eddig turnéztunk, de hogy tényleg így közel van. Így zenekar szinten is, meg dal, mint dal úgy is. Tehát, hogy így megvannak a fejemben, hogy mit kéne, hogyan. Egyébként az volt a legérdekesebb, hogy nekem úgy esett le úgy igazán ez a második lemez, hogy gondolj bele, hogy nekem már csak ugye a Hammer miatt is fixen meg kell hallgatni mondjuk havi 30-35 új lemezt. Az ami mindenképpen kell, hogy le kell pontozni, stb. 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 És ezek mellett ugye nyilván vannak a kedvencek, a zenekarok, akiket figyelek, stb. Tehát az mondjuk mellé még legalább 10-15 lemez havonta. És amikor így eszébe jut az embernek, hogy figyelj, két hónapig hallottam azt a lemezt, és tök jó volt, hallgassuk meg újra, és egyébként sok esetben van az, hogy azt mondom, hogy ez akkor tetszett, jaj. Igen, ja. Tegyük pihenni. És így elővettem újra a tejet múltkor, és szerintem egy két napra be is ragadt a Discmanbe, ami tök nagy szó nálam, mert egyébként mindig van nálam legalább 4-5 CD, hogy mondjuk reggel nem ugyanaz van kedvem nyilván minden délután, mikor megyek hazafelé a melóból, csak hogy így simán tudom, beragadt napokra a lemez. És ugye, hogy így estek le szépen lassan a dalok, meg hogy így figyeltem fel arra, hogy a himnusznak milyen kurva jó szövege van. Ugye az tegnap délután volt egy ilyen renováció, mentem hazafelé, tudtam, hogy a család vár, ez az, és így áztam ekkor az a szöveg, hihetetlen, és így másnap az a terrorizáltam a kolléganőket, melóbb, hogy hallgassd. Meg csináltam ilyen vírusmarketinget fel, hogy elküldözgettem egy pár ismerősömnek, hogy na. És volt, aki egyébként totál vakon van a zenéhez, mint Esperald, abszolút semmi köze nincs, az azt mondja, ez ilyen tök jól lazulós, nem? Mondom, jó, akkor mondom, majd meghallgatod figyelmesebben, és akkor közben itt... Ez olyan, mint egy Biohazard lemez, nem? Azon szállandóan. Igen, értünk jöttek a mentők, tudod, hogy ne beszéljétek mennyi hülyeséget, srácok. Ja igen, tényleg. Az első lemeznek a címe az valahol egy ilyen reflektálás, egy kicsit Fricska a Kft. Lemezre? Ja nem. Tehát eszembe sem jutott, nem is tudtam. Azt nem mondom, hogy nem tudtam, hogy van egy ilyen Kft. Lemez, de utólag esett le, hogy egyébként van ennek egy ilyen, ez jó szó ide, hogy konnotáció? Konnotációja jó.
Tehát, hogy van egy ilyen félreértett a dolog. Szerencsére nem nagyon találkoztam vele. Nem, ez egy abszolút önreflektív valami. Hogy... Azt mondom, hogy csak egyébként azt mondom, hogy egy poént. Nem. Ilyen szempontból poént, csak nem a KFT-re reagálva, hanem magunkra. Tehát az akkori helyzetünkre, hogy se pénz, se siker, de attól még csillogunk nagyon. Egyébként az a KFT-re azt mondom, hogy baromi jó lemez, de mindegy ez... Úgy, melyik KFT-re az nem jó, de mindegy ez... Na, nem kalapozunk. Nekem ők kimaradtak egyébként. Tényleg? Fú, figyelj ott. Ma vettem meg a Nem csupa angyalt pont. Fú, az tényleg, nem, szerintem ott nincs rossz lemez, ez egy olyan zenekar. Jó, és egyébként azért is érdemes bepótoljad, mert hogy van egy ugyanolyan lelazult stenkje, mint a Tejnek. Nem párhuzamot vonok a két zenekar között, mert más, még akkor is inkább mondjuk hozzáállás. Este. Igen. Tehát ez a, hogy szerintem az is kicsit lassabban esett le az embereknek, mint ahogy azt ők gondolták, és hogy amikor viszont valakinek leesik, akkor nagyon. Aha. Hát arra emlékszem, hogy csináltunk egy KFT koncertet a klubba, és akkor mondta egy ismerős, mondott, hogy na én most értettem meg, hogy ti miért rajongjátok ezt a zenekart. Ugye? Ja, úgyhogy lehet, hogy ha még jobban rajongani akarnék, tényleg el kéne menjek Tej koncertre. Mikor lesz legközelebb? Május 25. Pesten. Na, lesz Keszthelyen is, meg Zalaegerszegen. Május 17-18. Gyalog messze. Meg akkor bulink van úgyis, úgyhogy nem. De a 25-én azon elgondolkodok, úgyis azon a héten van a szülinapom is. Hoppá! Ez felhívás keringőre már, mint abszolút. Arra, hogy érzelmi zsaroljuk Ricsit, hogy igen, most komolyan nem jössz fel a srác szülinapodon. Nem, előtte van egy pár nappal, de így. Nagyon úgy nézze ki, mint aki mondani akar valamit. Csak eszembe jutott, hogy és mi az az utolsó lemez, amit megvettél magadnak a KFT-n kívül? Húha! Luke Bryan-nak a Kill the Lights. Szerintem senki nem ismeri rajtam kívül. De... Az mi? Nem tudom, de szerintem menjünk. Az egyébként. Country pop, igen. Tudod, ilyenkor szokott lenni az interjúkban az a kérdés, hogy tudod, és neked melyik az utolsó lemez, amit megvettél a Tomi? Jézus úristen. Jó lemez. Ez a következő Tejnek a címe? Na, Jézus úristen, egyébként mekkora király album cím. Igen. Hát igen. Nem, de baj ezt, hogy te... Megnézzük, hogy mennyi muzulmán, meg mennyi keresztény van Magyarországon, akkor az meg fogna egy elég erős. Igen, abszolút. Ilyen kicsit keresztény és kicsit demokrata. Jelleget felütünk. Egyébként... Vidéken jó menne. Nem, ezt a kérdést nem teszem fel mégsem, mert ez lehet, hogy bizonyos hallgatók számára nem lenne szimpatikus, de azt majd megkérdezem adáson kívül. Vagy most már csak azért is, hogy nem? Hogy merek ilyen zenét csinálni? Nem. Nekem tök egyértelmű, de ezt mondtam is múltkor, hogy nekem ez abszolút így. Hát miért ne? Hát olyan zenét csinálsz, amit akarsz. Tehát, hogy most Magyarország pont nem az a piac, ahol ugye neki álcomotek hozgatni, de is mindegy. Tehát, hogy itt ja. Vagy nem. Elég kevés olyan zenészt ismerek, aki nem dolgozik a zenekara mellett, tehát ezt lehet bármennyire sikeres azért. Szerintem azon a, hát mit tudom, 15 zenekaron kívül mindenkiben, mindegyikben olyan tagok vannak, akinek van civil melója, tehát. Hát emlékszem, még a Blackoutnak talán már harmadik, vagy negyedik, vagy akár ötödik lemeze jött, amikor még a Zoli csiszolgatta az autókat. Karosszériakatos. Ja. Hát jó, mondjuk az Józsi egyébként. Nyilván, meg... De hát... Ezt ország egyik legjobb dobosa. Hát igen. Hát ja, igen. Fú, de imádtam a Blackout-ot. Jó is volt. Ja, egyébként... Jó, nem, oké, ezt nem vettem, hanem kaptam, de ugye... 25-2017, mert nem tudom, hogy van, várjál, hogy... Most XX... V... MM... Hogy van? Nem, hogy MMX... V, I, igen, tehát egy római számokkal van írva a címe, nehogy már egyszerű legyen. Annak van ez a két CD, DVD, digi változata, az volt a utolsó, amit még így magamével tettem. De úgy, de jó volt, meg is lepődtem rajta egyébként, hogy mennyire jó lett ez a koncertanyag. Nem? Az van, hogy a rettenetesen kedvelem a Szabit is, a Csányi Szabit is, meg a Zolit is. Én azt gondolom, hogy ők olyan dolgot tettek le ketten az asztalra,
ami egészen, tehát hogy meghatározta egy egész generációnak a rockzenéhez való az viszonyulását. Biztos, az biztos. És olyan érdekes volt, hogy a grunge érában, amikor ez, tehát valahol lehetett grunge-nak nevezni, de valójában ez egy ritmikus rockzene volt. Olyan hatása van ránk, hogy még most is erről beszélgetünk. Egy tejpodcast közben. Ne, egyébként nemrég hallgattam végig az Ezüstkötetet is, és baszki, ez durva. Brilliáns album, az is élőben játszották. Abszolút, tudom. Igen, emlékszem arra a Hammer interjúra. Emlékszel, igen. Kimentek hozzájuk valami raktárt béreltek, és Sony... Sony pénz volt. Ez nem a WWW interjúja volt? Nem, az Ezüstkötet volt. Szőnyegeket raktak le, meg gyertek, igen, klasszik módon ilyen klasszikus lemezfelvételt csináltak. Igen, nagyon, nagyon érdekes egyébként, előbb érintetted a tejnek a jövőjét, és hát Tomi mondta, hogy már nagyon sok ötlet van, vagy dal, és nekem már négyet volt szerencsém hallani. Abszolút a Tomi verziójában egyet hallottam, zenekari verzióban, pont ide felé jövet. És amikor azt mondtam korábban, hogy a tejnek van egy ilyen evolúciója, akkor most valami nagyon durvára kell készülni, tehát és azért akarom én mondani, hogy ne neked, hogy ne te, mert ez tényleg hülyén néz ki, amikor az ember saját magát dicsér, hogy mondjam én, hogy valami egészen elképesztő lesz a harmadik tejlemez. Öt kiváló zenész, és az ország egyik legjobb szövegírója csinál egy olyan lemezt, amit valószínűleg rajtuk kívül senki más nem tudna megcsinálni, és úgy lesz egyszerre igényes, progresszív és pop és rockrajongónak egyaránt kommunikáló dolog, hogy egy pillanatra se fogják önmagukat meghazudtolni, és szerintem ez a legnagyobb dolog az egészben, hogy úgy tudsz egy új szintet lépni, hogy ugyanaz maradsz, itt új szintre bevételben, nézőszámba, stb. Hiszen látunk az jó pár példát a magyar zenéparba, akik az elmúlt időszakban eldobtak mindent, amit a korábbi évtizedekben felépítettek, és inkább a pénzt választották a szívük helyett, és a tej nem ilyen. És egyébként hosszú távon ez az, amit talán a Tomi próbált megfogalmazni. Lehet, hogy ez az út, ami ki fog fizetődni, hogy az őszintességet előbb-utóbb díjazni fogják. És hogyha mondom, ez egy ilyen kvalitással párosul, mint ami a tej zenészeiben van, meglátjátok a harmadik lemezt. Igazából az a kérdés, hogy ősz vagy tavasz, de nem kell vele sietni, mert nagy dobás lesz. Ez egészen biztos. Hát meg eleve sem feltétlenül kell sietni, most hogy kijött két lemez viszonylag gyorsan egymás utánba. Szerintem azért még ezt az emberek megemésztik teljesen, tehát most, hogyha nem idén jön a következő, hanem csak jövőre, akkor nem is tudna egyébként, nem... Tehát azért arra így fel kell készülni lelkileg is. Tehát, hogy nem elég még az, hogy oké, akkor a stúdióban összeraktuk ezt az egészet, hanem hogy meg kell érnie a zenekar lelkének ilyen lemez készít be, tudod, amikor igen, már így tűkön ülsz, hogy baszki, le van fogva a stúdió, és akkor még 3 hónap is megyünk, és most már tényleg minden napunk, meg gondolatunk akkörül forog egyre gyorsabb ütemben, hogy milyen számsorrend, akkor ott hú, baszki, múltkor eszembe jutott egy jó riff, az hogy lehetne beletenni ebbe a számba, vagy legyen egy másik szám. Srácok, van egy ötletem, meg kéne csinálni. És, tehát, hogy ez, amikor tényleg erről szólnak. Most még inkább arról szól, hogy ú, de jó, túl vagyunk a turnén, és nagyon jó így nekiállni egyáltalán azzal foglalkozni, hogy milyen új ötletek vannak, és ez azért ad bizakodásra okot, mert hogy tényleg lemegyünk, és akkor megmutatom az ötletemet a próba elején, és a próba végén úgy jövünk el, hogy van egy telefonos felvétel. Ami a múltban nem így nézett ki, nem csak azért, mert nem volt telefon ilyen minőségű, hanem hogy, tehát, hogy más volt a munka módszer, meg hát mindenféle módszer. Egyébként, amire én kíváncsi vagyok, így Miki ugye előbb kérdezte, hogy mi volt az utolsó lemez, amit vettél magadnak, hogy miket hallgatsz mostanában szívesen, amikor mondjuk nem azt mondom, hogy tudatosan neki jó zenét hallgatni, csak mi az, amit itt szívesen beraksz bármikor? Csak tudatosan szeretek zenét hallgatni. Én nem vagyok rádióhallgató, és nem vagyok random zenehallgató.
és nagyon nagy újdonságokat sem szoktam felfedezni. Az utolsó számomra ilyen megérintő zenekar, így minden szempontból ott ugye a zenekarnak a sztória is nagyon tetszik. Meg amit így hozzáad nekem, az a 21 Pilots nevű zenekar, akik egyébként egy ilyen amerikai teeny pop, vagy hát nem tudom, kicsit emós, kicsit ilyen kicsit rappelnek, kicsit nagyon szép fiúk, és akkor ilyen egyébként ketten vannak, rettentő jó koncertet adnak. De ott is egy ilyen zseni dalszerzőről beszélünk, aki egy zseni dobossal együtt illetve hát most már 4 nagyon jó lemezt adott ki. És ők is egy ilyen kis helyi produkcióból futottak fel világszintre nyilván. De amúgy mindig így rápattanok valamire, és akkor azt így hallgatom körbe-körbe. Tehát, hogy én nem az a fajta zenehallgató vagyok szerintem, aki te, Ricsi, hogy így mindent, és akkor szeretsz így szemezgetni, hanem hogy mit tudom én, nekem el kellett telni így ilyen 40 évnek, hogy felfedezzem magamnak úgy igazán az Oasis nevű zenekart. És akkor volt most az egész telem arról szólt, hogy Oasis, hú, de jó. Jó, a Wonderwallt azt már tovább pörgetem, de amúgy meg így ilyen, tehát rádöbbentem, hogy mennyire jól meg tudták csinálni azt, hogy ugyanazt a dalt így egyre többször így megírták ilyen egyre jobban, és hogy ez is mekkora király már, hogy valaki erre képes. Vagy hát, ha meg csak erre képes, azt meg milyen jól tudja csinálni, tehát ez... Igen, a Depeche Mode az olyan, hogy abból mindig vannak 13 éves korom óta ezek a fellángolások. Tehát, hogy így, hogy mit tudom én, mostában megint ez van, hogy leginkább Depeche Mode-ot szeretek hallgatni. És akkor mit tudom, hogy nekiállok főzni, vagy csak megyek az utcán, vagy akármi, és akkor Depeche Mode kell, hogy szóljon, azt szeretném hallgatni. De ennyire vagy kibékülve az utóbbi lemezekkel? Nem ismerem az utóbbi lemezeket, tehát hogy én megálltam az Ultránál, illetve az Ultra után még volt az Ultra után volt egy maxi a... Bajban vagyok a címekkel, meg ugye egyáltalán memóriával. A Only When I Lose Myself című dal. Az ilyen 2 lemez között jött ki, és akkor ott azzal így megálltam utána, mert nem hallgattam, de tehát hogy nekem a Violator az meg mindig olyan, hogy így berakom, és így uff, tehát ez hogy is, mi ez? Hogy is van ez? Hogy is fogalmazzák? Mert minden korszakomban, mondjuk 2 évente, amikor ezt így meghallgatom, és akkor hallgatom, akkor ugye már van egy kis további tapasztalatom az addigihez képest, hogy készül egyébként el egy dal. És ugye ott is ez van, hogy a Martin Gore ír egy dalt az akusztikus gitáron, vagy 100 zongorával, és akkor utána jön a, hát akkor az Alan Wilder, meg a Mute kiadós csávó, nem jut eszembe a neve, akik ketten szépen megcsinálják, és hogyha meghallgatod az Angel the Silence-nek az eredeti demóját, az egy ilyen zongorás ballada volt. Csak aztán a Martin Gore elment a stúdióból, és az Alan Wilder megcsinált bele egy akkor a számot, hogyha most meghallod, akkor anélkül, hogy egyébként a legfiatalabb srác is tudná, hogy mit hall, de ismeri a dalt. Persze. Egyébként a Depeche Mode visszatér, vagy nem visszatérve, de ott azért az első lemez, nem tudom mennyire van meg. Persze, Speak and Spell. Abban még ugye nem a Martin Gore volt a fő dalszerző. Hanem a kopasz meleg fiú. Igen. Nem mit teszem a zenekar, ami szintén híres lett a 80-as években. A Piazzot is ő csinálta utána, meg az Erasure-t is. Az Erasure, ja. Pontosan, így van. És azért ott hova kerültem, hallod? Én is nagy depeses vagyok, bár én a korjában... Azért mondom, hova kerültem. Nem, bocs, igen. Nem, semmi, csak hogy az első lemezen van legalább 6-8 sláger, 6 biztos. De örülök neki, hogy mondjuk koncerten azok pont kimaradnak. Hát egyedül azért nem maradt ki a... Vagy ez már második lemezes? Az egyet játsszuk is. Just can get enough. Az egy nagyon jó nóta. És az a poén, hogy látszik, hogy tehát az, szerintem azok a jó nóták, amik egy szál gitárra. Ja, működnek, persze. Egyetértek. Ami nem szólal meg úgy,
sőt, valami ír foci csapatnak, ír foci csapatnak van a B közepe, vagy nem tudom ezt, hogy mondják. Úgy. Ez a slágerük, ezt szokták tűzni, mondjuk 20 000 ember egy stadionban, hogy tű, és nagyon jól hangzik. Ah, majd mutatok YouTube-on. Mi meg azt mondom, mindegy. Nem, mint ha nem tudnám kívülről az elájúnak a szólója. Ez Black. Ja, ez a Blacknek a szólója, bocs, igen. Azért kérdeztem csak ezt, hogy nagyon megosztóak az utolsó lemezek, de például nekem a legutolsó, az kifejezetten tetszik. Spirit, és csak kíváncsi lettem volna. De hát, ha nem ismerem, tényleg nem. Maradi vagyok egyébként. Az előtte lévőt az hagyd ki kompletten, ha egyszer rávetemednél, de az utolsót mindenképpen hallgass meg. Egyszer legalább azon van, szerintem egy 3-4 óriási sláger. Még szerintem olyan is van, ami neked is tetszene. Kizárt. Nem, Mikit most hát próbálom behozni, tudjátok, a Songs of Faith and Devotion-nál. Ezt a depes módosoknak mondom, hogy tudjátok. Igen. Hogy hát, ha már ugye az a 90-es évek Dugan hosszú alj, meg ő akkor grunge zenét is akar csinálni, és akkor ezt elhintem, aztán jön a Violator. De most az a Black Metal kapta el, amit most is. Na, ha elkapta. Lángokban áll a lelke. Igen. Hibátlanság egyik. A hibátlanságnál a szótár volt van, mint ilyen definíció az a lemez szerintem, de... Miki így fogja a fejét, Jézusom, Isten. Hát jó, hát na most. A Tominak volt egyébként a Facebookon egy vagy most újraélesztettett talán. Hát. Csak a mással hangzókat mondom, a dalokat osztott meg, és FSKVN, ez volt. És akkor mindig egyes, Volume, kettes. Ez volt az én kis válogatás lemezem. Ja, igen, Volume 1, 2, és igen. És, ez egy jó, valami 3 vagy 4 hónapig és minden nap kiraktam egy dalt. Egy másik zenésztől hallottam, szintén Granger Media Records-os zenésztől, hogy ő ismerte a Tomit, meg ismerősök voltak a Facebookon, de mindig várta, hogy mikor rakja ki ezeket a dalokat. És emlékszem, amikor kiraktad a Skult a Nirvanától. Ja. Na, akkor a mi szerelmünk akkor kezdődött úgy Isten igazából fellángolni. Jó, hát ez a riff. És aztán, mikor volt a Tej 2-es lemeznek, ugye a Nem Egyenlőnek a hát ez ilyen lemezsimogató bulia, akkor a Tomi volt a DJ. És emlékszem, hogy én kértem, hogy akkor légy szíves a FSKVN sorozatból a Skult, és akkor ott ez, akkor ott... Nyilván egészen más volt onnantól kezdve a buli, hogy hallgattunk normális zenét. Mert volt más is. Ja, persze, tehát, hogy... Ez volt a Nirvana volt? Ja, Istenem! Ezzel röhögtem én is, például normális zenés, Nirvana, jó, hát... Jó RP. Az egyébként a... Igen, amúgy igen. Tehát nagyon érdekes, ami a zenekarokat említett hatás, vagy miket hallgatott Tomi, és szerintem az Oasis, a Depeche Mode, 21 Pilots mellett a Nirvana attitűd ugyanúgy megvan egyébként a Tejben, még ha ez nem is feltétlenül ez a mocskos, koszos riffekben, de hozzáállásban nagyon megvan. Nagyon tehát. Szeretem ezt a két lemezt, még ne bazd el, légy szíves, nagyon szépen megkérlek. Hidd el nekem, és amikor majd rájössz, hogy miért jó a Bleach, akkor egészen biztos, hogy meg fogod találni a Nirvanát. Jó, te mondod, azt nekem 3 éve kb. Ricsi, de hidd el, én tényleg volt egy év, hogy csak a Bleach-et hallgattam. Tehát, hogy más nem, ezt nem hallgattam. Lehet, hogy úgymond kibleachelt az agyamat. Ha. De hogy... Fú, és így belegondoltam a nagy grunge zenekarokba, meg ugye a Stone Temple Pilotsban, az nem grunge, ugye ezt a múltka kifejtetted. Igen, hogy szerintem még azt is hamarabb, tehát azt szívesebben veszem elő, mint a Nirvana. Vagy a Bush-t. Ne, azt nem. Azért mindenek van hatalmat. Meg mit tudom, mondjuk nyilván hamarabb hallgatok Nirvanát, mint Silverchair, tehát ugye, vagy ilyesmit, de... Ez egy nagyon nagy hiba egyébként. A Silverchair az egy kibaszott kúró jó zenekar. Csak időt kell neki adni. Megpróbálom újra. Tehát, hogy nagykorú legyen az énekes, arra gondolsz. van négy CD-m a polcon, nekifutok újra, mielőtt eladom. Silverchairnek azt hiszem, igen, 5 lemeze van. És mindegyik tovább lépés az előzőhöz képest, és szerintem nagyon jó. Én nagyon-nagyon bírom őket.
A Frogstompon volt 15 éves az énekes. Tudom, ugye? tudom. Akkor a szerelmi csalódásokról énekelt nekem, az nem fért össze, emlékszem, hogy... hogy de egyébként, hogyha megpróbálsz lejönni a prekoncepciózus menetről, és meghallgatod most a Frogstompot, vagy a Freak. Freak. Azon van a Freak, ugye? Igen. Tehát, hogy az hangzásban, meg úgy dalban, meg úgy mindenben így fejszaggató egyébként. Tehát egy hiperdal. Meg nagyon jó lemezek. A harmadik lemez az meg már egy kifejezetten ilyen kis komplex, néha pop, néha nagyon durva metal ügyben csúszkál. Tehát ott hallatszik, hogy akkoriban szerintem rápattant Mike Patton és életműre, és nyilván nem jelenik meg a Mr. Bungle, meg a Phantom, de hogy mégis van egy ilyen attitűd, nyílás. És akkor onnan minden lemez egy kicsit másabb, kicsit látszik, hogy fejlődik a srác a dalszerzésben. De fejezt az Ántos is van. Meglett a szakmunkás papír. Ez egy alapkérdés szerintem, amikor valaki zenekart csinál, tehát hogy befejez az által az iskolát. Osztáson. Ausztrália messze van, úgyhogy mondhatunk bármit a Silverchair. Na a lényeg, hogy te, neked mik a hatásaid? Tehát, hogy te azért csináltál akkor grunge zenét, mert egyébként ez jött belőle, hiszen Black Sabbathon, Led Zeppelinen, egy-két punk bandán, és ezeken nőttél fel, vagy azért csinálsz egy grunge bandát, mert Alice in Chains-en meg Pearl Jam-en nőttél föl. Tehát ez nem lehet ugyanaz. Ez a bajom az egyes Stone Temple Pilots-szal is, ez a bajom a Silverchair-rel, Bush-t azt hagyjuk is, mert világból ki lehet kergetni vele. Bush-t valaki grunge-nak sorolja egyébként. Most a live-val turnéznak Amerikába, és olyan hype van körülötte, hogy valami elképesztő. És a live-ot azért nem, szájnékosan nem mondtam ide, mert az már 91-ben lemezt adtak ki, és még sehol nem volt a Nevermind. És már ugyanezt az RMS icipicit Pearl Jam zenét játszottak, úgyhogy még nem is volt nagyon Pearl Jam, tehát Muki Blaylock volt még akkor. Igen. Tehát a live-ot azért nem veszem ide. Egyébként meg, hogy a tejre ezt vissza tudjuk valahogy kapcsolni. Pont ez a tejnek szerintem a lényege, hogy ők nem olyanok akarnak lenni, mint valaki. Tehát ők nem egy újabb grunge zene akar lenni, aki egyébként Alice in Chains-t hallgat, hanem csinálja azt, amit gondol, és akkor abból lesz valami. És ez a nehezebb út. Ennek ellenére. Tessék? Egyébként hallgatunk Alice in Chains-t. Sőt, az AD játszik is egy Alice in Chains tribute-ban. Vagy Stone Temple Pilots tribute-ban játszik? Szerintem a Stone Pilots-ban játszik. Stone Pilots-ban? Hallottad az utolsó Alice in Chains-t, az újat? Talán egyszer. És akkor utána betettem a dörtet. Akkor nem hallottad. Szerintem ez az új lemez, ezt ha egyszer meghallod, ezt meghallod még nagyon sokszor szerintem, de nem, vagy tévedek, nem? Jó, oké. Okay. Az a baj, hogy 20 év legjobb lemez. Hazajáró lélek vagyok ilyen szempontból, és nagyon... Hát pont azért szippantana be ez az új szerintem. Olyan, ja, tudod milyen egyébként? Szerintem ez az új Alice in Chains. Amikor találkozol egy barátoddal, aki mondjuk 20 éve nem találkoztál, és rájössz, hogy igazából lehet, hogy sose ismertétek egymást, de most baron jó megismerkedni, úgy Isten igazából. Arra nem is beszélve, hogy mindegy, nem akarok belemenni, mert egy adást végig tudnék beszélni csak az új Alice in Chains lemezre. Lehet, egyszer meg is kéne csinálnunk még egyébként. De jó lenne. Gondolkodom már a múltkori Granger is podcast óta. De most már itt annyit beszéltünk a grunge-on, hogy kíváncsi vagyok, hogy neked a fénykor nagy zenekarai közül van kedvenced, akire azt tudod, hogy... A négy nagy grunge zenekar. Hát mondjuk hogy négy, igen. Négy nagy grunge. Igen, a Smashing Pumpkins. Jaj, de jó. Ne, én alapvetően Nirvana-s voltam. Az első interjúmban, amit csinált velem, akkor így... Úgy felmerült ez a sztori, ami nekem azóta is emlékezetes, amikor az akkori kis barátnőmnek lecserélődött a Jim Morrison pósztere, Eddie Vedder pósztere. És én nem szerettem azt nézni. hogy ott van egy ilyen csáó. Nem szerettem. Én Nirvana-s voltam, és mi az szar ez a pörcsem. Erre mindig a könyvüt eszembe, hogy neked is adtam egyet, a Nevermind Nirvana regényt. Igen. Elolvastad végül? Még nem. De abban van egy ilyen, hogy randizgat csajokkal,
és nyilván semmi komoly szándékból, és akkor kérdezd a csaj, hogy hát és akkor Kurt Cobain vagy Eddie Vedder, és gondolat, miért kell ezt a kérdést minden egyes alkalommal felhoznia valakinek? És így levezeti, hogy hát azért, hogy Kurt Cobain van az a jó, Kurt Cobain van az a jó, és mondja a csaj, hogy Kurt Cobain van az a jó, hogy halott. Hogy így küldje el a csajt a randiról, tehát hogy azt a regény neked is ajánlom, hogy egyébként az a helyzet, hogy nekem is volt ez, én az első Pearl Jam-mel tettem egyébként, nagyon hamar megszerettem utána az első Pearl Jam-et, és az tényleg, tehát a Bleach mellett a Ten, a top 3 lemez, az első az meg a Violator. De hogy ez megtörtént, hogy megkérdeztem éppen alakuló kapcsolatokban, hogy egyébként a Pearl Jam-et ismered? És volt ilyen, hogy így beraktam, hogy egyébként az első percben, és ez jött rá, hogy ez egy jó kis rockzene. És én erre dühös lettem. Tehát, hogy így, mert éppen ott voltam, hogy így beleénekelem az arcával lánynak a szólót, érted, mert hogy nyilván ismered a szólókat Töviről hegyre. És hát ez egy kellemes rockzene, vagy ez egy jó kis rockzene. És akkor nem. A jó kis rockzene az a Kowalski meg a Vega. Tehát, hogy ennél rosszabbat nem lehet mondani, jó kis rockzene. Jó kis rockzene. Jó kis, mit tudom én, debreceni páros, érted? Az egy ilyen jó kis kaja. Jó kis rockzene. Szóval egy felháborító, mindegy. Egyébként, és az a csaj, akit elvettem feleségül, kiderült, hogy egyébként a Pearl Jam-tán a kedvenc nem ez, szóval, hogy így. Oh. És de ez, tehát hogy nem elsőre, szóval nem ezért kezdődött az ismertetés. Mint a mémek is vannak, tudom, amikor ugye ül a fiú maga a lány, az azt, hogy a fiú kérdez a lányt, hogy igen. Pearl Jam? Mi? Következő? Igen. Kb. Amúgy igen, tehát hogy... Nem akarok itt párhuzamot hozni a két énekes között, de hát így és a föld a... Jó, de azért... Az egyik énekes, a másik nem. Tehát, van, hogy... Másik érdekes. Tehát, nem értek egyet. Egy az, hogy az ég és a föld között nincsen minőségbeli különbség. A másik, hogy... tehát, hogy nem az ének tudásról beszélünk a Kurt Cobain kapcsán, figyelj, hanem az ének hangról. Hogy megérzed ezt az előbbit, itt odaadom a kettes tejlemezben van egy nagyon-nagyon jó szöveg. Lefotóztam, és majdnem kitettem az Instagramra, de rájöttem, hogy a kiadó engedélye nélkül ilyet nem szabad csinálni. Úgyhogy így nem akartam kockáztatni, hogy még a Miki végén bepereljen majd, előtte, hogy inkább megkérdezem tőle. Igen, persze, tehát, hogy én tehát, amúgy értem ezt, meg értem is, hogy miért mondod. Amúgy most már javarészt nálam az a nirvanázás az inkább csak geg, mert a és Viki hogy bólogat, ő tudja, igen. Addig nyaggatott fel, amíg az ugye elmélyedtem benne jobban, az a sorlemezeket már meg is vettem, CD-n és bakeliten, és tudom, így kezdődik, igen. Így kezdődik mindig. De valószínűleg, hogy a mi kapcsolatunk az itt meg fog állni. Tehát, hogy ugye, hogyha Nirvana nem tudsz rápattani 18 éves korodig, akkor már nem leszel Nirvana rajongó, az tény. Te igen? Én vagyok a jó példa. Jó, hát vannak ritkaságok. De hogy... Special edition. De hogy... Meg egyébként szól, hogy én a pörzsömet a Tennel és a Versus-zel igen. Teszem össze. Tehát, hogy nekem az összes többi Pearl Jam, az már nincsen közel hozzám. Vagy legalábbis nem úgy van, mint a Ten és a Versus. Egyébként az érdekes, én ezzel nagyon-nagyon sokáig azt hittem én is, hogy így vagyok, és aztán mindig visszajogodok ahhoz a Pearl Jam, ez az, amit először hallottam. Nyilván ugye, amit először hallasz, ugye az mindig mást jelent, de ugye nekem ez a Riot Act volt, és nekem az a lemez a mai napig. De addig hol voltál? Figyelj, mikor a Riot Act kijött, akkor voltam 15. Ja, értem. Jó, értem. Mindig elfelejtem, hogy megy az idő. Úristen! Igen. Tehát ugye, hogy mikor a Riot Act kijött, ugye én akkor hallottam őket, mert volt a suliba a könyvtáros, aki terjesztette az igét, adta kölcsön a CD-ket, és hogy tetszett a borítója, ez milyen zene.
nem mondott semmit, csak odaadta, hogy hallgassa meg azt, meg a Versus kazettát. És ugye Discman volt nálam, Walkman otthon volt, beraktam a CD-t hazafelé, és jött az első szám, hát mondom, az, ez kurvára nem az én zeném lesz, azt elkezdett a Save You, na ott lett vége mindennek. Ugye, a Granger-i és ahhoz képest, bocsánat, igen. Csak érdekel, hogy ahhoz képest akkor a Tent nem gondoltad egy ilyen anakronisztikus ilyen kiállós, ilyen kicsit modoros éneklős valaminek? Na most itt fogom elveszíteni a hallgatóimnak kb. 75%-át, és még 5 perc van hátra, úgyhogy nagyon gyors leszek. Nekem a Ten messze nem a legjobb Pearl Jam lemez. Tehát nagyon imádom a Tent. A jelentőségét elismerem, óriási lemez, de nálam az csak a harmadik. Uh-huh. Bocsánat, a Jeremy az melyiken van rajta? A Tenen. Mert ugye ugye nekem a Versus az a csúcs, abszolút. Aha, aha. Ugye utána rájöttek, és csak aztán a Ten. Uh-huh. Ricsi, a Jeremynél nincs följebb. Tehát ott vége van a sztorinak, az a helyzet. Tehát úgy megírni azt a dalt, hogy nekem a sztori elindul valahonnan, eljut a végkifejletig egy olyan drámai befejezéssel, egy olyan vége van annak a dalnak, amiben egyébként nincs gitárszóló. És mégis rádomlik az egész. Nekem az a Vlad meg a dördöl. A végén szinte hallod, hogy eldördül a pisztoly, pedig nem dördül el a pisztoly. És a végén van az a basszusgitáros kiállás. Vége van, tehát meg se próbáljon senki Jeremy szintű dalt írni, mert lehetetlen. Ja, nem. És egyébként a Jeff Ament írt a zenekar basszusgitáros, ez benne a poén. Hogy ez nem egy gitáros írta, pedig azt gondolnád róla, hogy ahogy fel van építve, az egy... Sőt, nekem a Definitive Pearl Jam nóta az még csak nem is ezek. Nekem az a jó ár. Nekem az a abszolút, a minden, a feelingre, hangulatra, zenére, minden az a abszolút csúcs. Aztán azzal nyertek meg végleg maguknak, ugye. Ismered a jó árt? Ezt meg a Matt Cameron írta, a dobos. Akkor, aki még párhuzamos mondja, akkor még a Soundgarden dobosa is igen, volt. Igen. És most jött az a pont, hogy így ránéztem, hogy akkor így el kell kezdenünk elköszönni, mert a Nikinek úgyis lesz majd 83 mondata elköszönés, nem mint mindig szokott lenni. Elég sokat sikerült beszélgetni a tejről, és ennek örülök, már azért valahol sejtettem, hogy az lesz, hogy el fogunk kalandozni ide-oda, de... Szerintem pont ettől volt jó az a mai adás, remélem, hogy nektek is tetszett. Ha bárkinek bármi óhaj, sóhaj, témajavaslat, vagy nem is tudom, miket szoktam mondani, hallgassatok meg valamelyik régebbi adást, hogyha érdekel a lekonf. Mindegy, meg lehet írni nekem a rich@richandgreen.hu e-mail címre, vagy csak szimplán írjátok meg a Facebookon. Tejet meg hol lehet keresni? CBA. Nem kibírtuk az adást. Ez csúnya volt, Laci. Szarszólít, nem volt helyette, volt direkt reklám, nem baj. Nem is tudom. Az interneten? Az interneteken. Ja. Tehát így meg lehet azért állni Spotin, meg a YouTube-on, meg a Facebookon. Meg a koncerttermekben. 25. május instant. Igenis. Igaziból mindenkinek azért ajánlom, hogy jöjjön tejre, hogy még a tejnek a jó korszakát kapja el, amire lehet hivatkozni, hogy még az volt a jó. Aha. A demók még jók voltak. Na Viki, köszönje te is, aki már nem akart beszélni. Na, most nem kezdem el fütyülni a Jeremynek a kezdődalamait. Az van, hogy én azt várom, hogy a következő hónapokban olyan tejdalok. Jó, de jó. Amikor előkerül egy gitáros stílus. Találtunk. Egy basszus gitár. Beszélsz a gitár is. Egyébként. Az egyik. Szóval, hogy én nagyon várom az új tejlemezt, minden jobban várom egyébként az új tejlemezt. Tényleg hallottam 4 dalt, és mind intőjel szintű. Tehát a legnehezebb tényleg az lesz, hogy hogyan osszuk be majd a költségvetést a videóklipekre, mert egyszerűen most 4-ből 4-et csinálnék, hogyha a végtelen pénztárcánk lenne. De mondom, itt igazából türelmesnek kell lenni, meglátjuk, hogy ősz vagy tavasz. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Yes, én is. Legyetek velünk legközelebb is.
Sziasztok! Hali!